gyertya, vonnak vissza az út. Karakú szörcsök, a kis ilyet hazajut. Pirri pócsra, pillis forros, sörös jenő, külső alsó besztelce, maranya, berenye, Mária besenyű. Itt a sima görönyös dimbel dombal, köllest patkol a kovács, puszta kotkodács. Györgyár város, gyalogúti gyalupad, gyere Gyuri Győrbe, Győri Gyufa gyárba, Hencida és Boncida, bemegyünk a Ducsiba, ott maradunk délig, semmilyen ebédig. Megérkeztünk Kukutyin, Bazapon heverészünk, aztán az a hegyezésből kivesszük a részünk. Fut velünk a vasparipa, áttöri a falakat, bemegyünk a nappaliba, kapd el a poharakat. Zimzum, utazunk, azt se tudjuk, hol vagyunk, csicsak kerekek. Álljunk már, megfékezünk már, álljunk már, megfékezünk már, álljunk már, megfékezünk már. Megérkeztünk, gyerekek! Berg Judit, Kisvasút. Jocó, a mókus fiú egy nagy dobozt kapott a születésnapjára. Makkos papírba volt csomagolva, zöld szalaggal átkötve. Mi van benne? Bonst ki, fiam, mondta mókus papa. Villanyvonat! Kiáltott boldogan Jocó. Csak összerakod a simpáját, ráteszed a mozdonyt, és már megy is, magyarázta mókus papa. Elemmel működik. Megfoghatom? Kérdezte Emma. Hozzá ne nyúj! Csattant fel Jocó, és arrébb tolta Emmát. Emma sértődötten elvonult, Jocó pedig nekiállt összerakni a simpáját. Aztán hirtelen gondolt egyet, kimászott az ablakon, és felkúszott a nagy fenyőfa felső odójához. Hopp, egy ugrás, és már bent is volt az oduban. Hé, Csiribi, gyere le hozzánk! Kiáltotta. Kopoghatnál, Jocó, mielőtt bejössz, mondta Csiribi, és előmászott a szekrény alól. Úgy rám ijesztettél, hogy bevertem a fejem. De Jocót ez csöppet sem zavarta. Izgatottan hadonászott. Gyere le hozzánk! Kaptam egy villanyvonatot! Csiribi már ugrott is. Mire Jocó lekúszott a fatörzsön, Csiribi már mókus papával beszélgetett. Jöhetek én is játszani? Kukucskált be Emma a szobába. Hagyd most minket békén! Vetette oda Jocó, és Csiribi mellé telepedett a szőnyegre. Jocó és Csiribi egész délután a villanyvonattal játszottak. Másnap reggel Emma reménykedve kérdezte. Kimegyünk hintázni? Menj, ha akarsz, mi szereljük a mozdonyt, válaszolta Jocó, és dobozostól felköltöztette a vonatot Csiribihez, hogy ne zavarja őket senki. Eltelt egy nap, kettő, három, Csiribi és Jocó egész nap csak simpáját épített, mozdonyt szerelt, elemet cserélt. Emma kesergett. Nem értem, mi a jó ebben a vacak vonatban? A vonaton utazni lehet, ha nem tudnád, mondta Jocó. Nem is lehet benne utazni, legyintett Emma, és faképnél hagyta a fiúkat. Építenünk kéne egy igazi kis vasutat, szólt hirtelen Csiribi, hogy tényleg lehessen benne utazni. Tervezek egy simpályát körbe az erdőben, aztán készítünk egy mozdonyt, meg két kocsit, és már mehet is. Építünk állomásokat is. Lesz egy itt a tisztáson, lesz egy panka tölgyfaházikójánál, meg egy a pataknál. Legyen egy a mogyoró bokroknál is, kérte Jocó. Legyen, hagyta rá Csiribi. Legalább két hétig fog tartani a munka. Pont két hét múlva lesz az erdőnapi mulatság a nagyréten, kapott a fejéhez Jocó. Ez jó, megcsináljuk addigra a kisvasutat, ez lesz a meglepetés, ugrott fel izgatottan Csiribi. Hozok papírt, ceruzát, és lássunk neki a terveknek. Az erdőben hamarosan híre ment, hogy az erdőnapi mulatságra Csiribi és Jocó kisvasutat épít. Az állatok izgatottan lesték az előkészületeket. Én is szeretnék segíteni, kérte Emma, de Jocó rádörrent. Mit lábatlankodsz itt? Lányoknak nem való a férfi munka. Hadd csináljak én is valamit, nyafogott Emma. Menj el pankához, szedjetek virágot vagy valamit, csak hagyjál minket, morgott Jocó a húgára. Panka is szívesen segített volna, de Csiribi szigorú volt. Ne haragudj, Panka, a vonatépítés nem játék. Csak a fiókat engedték az építkezéshez. Nyest, cölöpöket vert be a földbe. Borzmisi kerekeket szerelt a kocsikra. A süntestvérek pirosra pingálták a kocsikat, míg Benedek is ott ugrabugrált, ahol a legnagyobb volt a munka.
Csavarhúzót tartott a szárnya alatt, és vígandalolt. Benedek, Benedek, fiú vagyok, szerelek. Csak Gyík, Sanyi és barátai nevettek az egészen. Kisvasút, ugyan. Micsoda butaság, úgysem fog sikerülni. Jocó megharagudott. De, igenis sikerülni fog. Ha, majd meglátjuk, nem lesz ebből vonatozás. Nevetgélt Gyík, Sanyi. Ugyan, Jocó, ne törődj vele, csitította Csiribé a barátját, de Jocó nagyon mérges volt. Gyík Sanyiék pedig csak annál jobban nevettek rajta. Gyere inkább dolgozni, Jocó, mondta Csiribi, holnapra el kell készülnünk. Bizony sietni kellett a munkával. Este volt már, mire Csiribi nyakig olajosan kimászott a mozdony alól és kijelentette. Megvagyunk, reggel indulhat a járat. Korán reggel Csiribi és barátai összegyűltek a fenyőfa alatti tisztáson, hogy még egyszer mindent ellenőrizzenek. Panka is eljött, hogy lássa, milyen kis vasutat építettek a fiúk. Csiribi beindította a dugattyúkat, Benedek a tetőn ült, és izgatottan verdesett a szárnyaival. Egyszer csak nevetés hangzott a sziklák felől. Gyík Sanyi volt az. És hol vannak az állomások? Jaj, nekem, kapott a fejéhez Jocó. Az állomásokról megfeledkeztünk. Csiribi lehuppant a fűbe, és a kezébe temette az arcát. Gyorsan, Csiribi, építsünk egy-két állomást, még van idő, türelmetlenkedett Jocó. Egy óra múlva itt lesz mindenki, addig még a tervek sem készülnek el, rázta a fejét Csiribi. Hé, micsoda szégyen, kuncogott Gyík Sanyi. Mondtuk, hogy nem fog sikerülni, nevetgélt a barátja Gyuri. Egyszer csak felcsendült egy dallam. Mindenki oda nézett. Panka ült egy kövön a vonat mellett, és furulyázott. Olyan szépen muzsikált, hogy a földön kúszó szederindák magasba emelkedtek és táncra perdültek. Panka cifrázta, és az indák egymásba kapaszkodva tekergőztek, forgolódtak. Amikor már jól összegabajodtak, Panka lassú melódiát fújt. A fáradt szederindák szépen visszakúsztak a földbe, de összetekeredett ágaik sem tudtak kisimulni. Sátorformán borultak a földre. Emma sárga virágkoszorút akasztott rájuk. Itt az állomás, kurjantott Jocó. Csiribi talpra szökkent. Panka, kérlek, gyere velünk állomásokat építeni. Nem fogok egy óra alatt körbeérni, tárta szét a kezét Panka. Mehetünk vonattal is, buzgolkodott Csiribi. Majd megállunk ott, ahol állomást kell építeni. Csiribi kinyitotta a vagon ajtaját, és Panka felszállt. A többiek utána tódultak. Jöhetek én is? Kérdezte Emma. Hát persze, mosolygott Csiribi. A megálló építéshez a lányok értenek igazán. A kisvasút körbejárt a pályán, ülésein az izgatott építőkkel. Megálltak a nagy tölgyfa előtt, és Panka gyönyörű állomást furulyázott. Aztán tovább gorultak Borzék felé, onnan el a mogyoró bokrokhoz, végül bekanyarodtak a patakpartra. Panka szorgalmasan muzsikált, és mire letelt az egy óra, a kisvasút visszapöfögött a fenyőfa melletti tisztásra. Végállomás, kiszállás, kiabált Csiribi. Utasok gyülekeztek a Szederinda állomáson. Elkészült a kisvasút, kezdődhet az erdőnapi mulatság, kurjantott Borz Misi. Hé, Sanyi, Gyuri, jöttök vonatozni? Kiáltott Jocó a szikla felé. De hiába forgolódtak, Gyík Sanyiékat nem látta senki. A mulatságra sem jöttek el, még a tánc sem érdekelte őket a nagy réten. Magukban napoztak a sziklatetőn, és unottan mondogatták. Kisvasút, már az is valami, kit érdekel? Az erdő többi lakója viszont nagyon jól mulatott. Egész nap járt a vonat, először Csiribi volt a mozdonyvezető, aztán Jocó, végül Borz Misi. Benedek a tetőn ült, és dalolt minden megállóba. Én is szeretnék vonatot vezetni, sóhajtott délután Emma, amikor már vagy ötödször utazott körbe az erdőn. Jocó először összevonta a szemöldökét, aztán Csiribire nézett, végül bólintott. Gyere, megtanítlak, mondta, és betessékelte kis húgát a vezető fülkébe.